A Mi Hazánk mozgalom vezetői és a rendvédelmi kabinetünk elnöke Vidó Attila ma szakszervezeti vezetőkkel egyeztetett, méghozzá a legnagyobb létszámú rendvédelmi szakszervezetek képviselőivel. Ez azt jelenti, hogy a rendőrség, a büntetés végrehajtás, illetve a tűzoltóságot képviselő legnagyobb létszámú szakszervezeti vezetőkkel tudtunk ma találkozni, és meghallgattuk az ő véleményüket, hiszen a Mi Hazánk mozgalom úgy gondolja, hogy nem a politikának kell meghatározni szakmai kérdéseket, hanem például az olyan érdekképviseleteknek, mint a szakszervezeteknek újra vissza kell adni a megbecsülést, újra vissza kell adni azt a lehetőséget, hogy ők kezdeményezzenek, ne fussanak egy-egy rossz politikai döntés után, az események után, és ne sztrájkkal vagy akár tüntetéssel kelljen megoldani ilyen vitákat, hanem eleve ezeket meg lehet előzni, hogyha már a szakszervezetek, érdekképviseletek javaslatait próbálja a kormányzat megvalósítani. Ezen a mai találkozón világossá vált az, hogy elsősorban egy szerkezeti átalakításra lenne szükség. Például a tűzoltóknak vissza kell kapniuk a történelmi önállóságukat, hiszen jelenleg egy vízfejként felpumpált katasztrófa védelemhez tartoznak. De nem csak a tűzoltóság függetlenségét kellene helyreállítani, hanem például a rendőrség esetében is rendezni kellene azokat a feladatokat, amellyel jelenleg a rendőrséget terhelik. Ide tartozik például a határvédelem vagy a határőrizet. A Mi Hazánk mozgalom nagyon régi álláspontja az, hogy a megszüntetett határőrséget helyre kell állítani, vissza kell állítani, és akik a határt őrzik, azokat ne rendeljék el a határól, vagy akár a rendőröket ne vigyék oda más nagyon fontos területről. Ugyanezt látjuk a büntetés végrehajtás esetében, ott is szerkezeti átalakítások kellenek, jelenleg a belügyminisztériumhoz tartoznak, de megfontolandó akár az is, hogy az igazságügyminisztériumhoz tartozzanak a jövőben. És hát az is látható, hogy óriási bajban van valamennyi rendvédelmi terület, akár a tűzoltók, akár a rendőrök, akár a büntetés végrehajtás dolgozói esetében is látjuk azt, hogy jelentős, drasztikus béremelésekre van szükség ahhoz, hogy egyáltalán az állomány meg tudjon maradni. Ezekről a részletekről majd Vidó Attila, a Mi Hazánk mozgalom rendvédelmi kabinetjének elnöke fog részletesen beszámolni. A legfontosabb dolog a béreket rendezni nagyon sürgősen. Ez most már a 24. óra. Konkrét javaslatokat kértünk a szakszervezeti vezetőktől, hogy ők mit tartanának első körön megfelelő béremelésnek, és egyetértve velük 100%-os azonnali bérfejlesztésre van szükség a rendvédelmi szférából, ahhoz, hogy az elvándorlás megszűnjön, illetve újra legyen ezeknek a hivatásoknak bevonzó ereje a fiatalok számára. Ezen felül, amiben szintén minden szakszervezeti vezető egyetért, és úgymond kérik és követelik, hogy azonnal vissza kell állítani a szolgálati nyugdíjat. Mert azokért a plusz elvárásokért, amit a rendvédelmi dolgozókkal szemben az állam támaszt, azt valamilyen módon úgymond az államnak viszonozni kell. De természetesen ennél a résznél nagyon fontos azt is megemlíteni, hogy mindenki beláthatja, hogy van egy bizonyos korhatár, ameddig ezeket a hivatásokat el lehet látni úgy, hogy az teljes egészében és teljes embert kívánva. Tehát azt senki nem gondolhatja komolyan, hogy 60 éves, meg 60 év feletti rendőr, tűzoltó és büntetés végrehajtási dolgozó már el tudja látni a feladatát 100%-osan. Tehát ez nagyon fontos dolog, a szolgálati nyugdíj visszaállítása. Szintén elmondták a szakszervezeti vezetők, hogy el kell érni, hogy az állam is, ne csak az emberek, mert az emberek azok nagyon sok esetben kinyilvánítják ezeknek a szerveknek a dolgozói felé a szimpátiájukat. De az állam részéről is el kell érni, hogy újra megfelelő elismertséget kapjanak. És az elismertség mellé olyan törvényi hátteret kell biztosítani, ami biztosítja a megélhetésük és a mindennapi nyugalmukat a munkavégzésben. Nagyon fontos még, amit kértek szintén a vezetők, és én is maximálisan egyetértek vele. Nagyon komoly szerkezeti átalakításokra van szükség mindegyik szervezetnél. Elnök úr, ahogy mondta, mind a katasztrófavédelemnél, mind a büntetés végrehajtásnál, mind a rendőrségnél.
és ezek a szerkezeti átalakítások mind azt szolgálnák, hogy ezek a szervezetek sokkal jobban, hatékonyabban és véleményünk szerint még olcsóbban is működnek. Ezen felül még a szakszerti vezetők azzal a kéréssel is fordultak felénk, hogy igenis a szakszerveteknek, így a rendvédelmi szakszerveteknek is törvényileg újra garantálni kell olyan jogokat, hogy érdemben tudjanak ezeknek a szerveknek a vezetőivel, illetve a belügyminisztériummal egyeztetni. Tehát olyan törvényi feltételeket kell hozni, megalkotni, hogy úgymond ezek a felső szervek kötelesek legyenek leülni, tárgyalni, érdemben tárgyalni a szakszervezetekkel, mert azt tudja, gondolom mindenki, hogy a szakszervezetek, ők vannak a legközelebbi kapcsolatban a munkavállalókkal, tehát ők tudják valójában azt elmondani, hogy épp abban a pillanatban mik azok az égető és feszítő problémák, amik megoldásra várnak. Úgyhogy röviden ezek voltak azok a nagyon-nagyon fontos dolgok, amiket kértek a szakszervezet vezetői, hogyha lehetőségünk adódik rá, és bízunk benne, hogy adódik rá lehetőségünk, akkor ezeket a dolgokon változtassunk, kezdjünk elindulni egy úton, mert ezt természetesen mi megbeszéltük velük. Mi nem teszünk olyan felelőtlen ígéretet, hogy ha oda kerülünk, két hét alatt mindent megoldunk, mert ez képtelenség. Viszont egyet ígérek én is, és elnök úr is, illetve a párt is, hogyha olyan helyre kerülünk, oda bekerülünk abba a pozícióba, akkor igenis el fogunk indulni egy úton, aminek a vége az lesz, hogy eljön az a bizonyos, sokkal szebb jövő. Köszönöm szépen!